alkalmas, nem csak nekem szól, hanem az zenekarnak is, de gyertek! Gyertek, muzsikusok! Köszönöm szépen! Egy olyan dalt játszanánk el, akkor búcsúzóul. Na itt, hogy csak én búcsúzok, ti maradok, hogy a megölik, hogy a zenekar, majd van még utána. Jó pár barátunk, Mahi is például, nekem az én példa, akik nyilv üzesznek hajnalik, vagy a legjobb légyen. Egy olyan dalat szeretnék eljátszani, mivel bevettek engem a legelső kis formációban, amikor még kicsi gyerek voltam, 16-17 éves, akkor jelent meg egy kis lemez, egy bizonyos tínédzser dal volt, aluljáró fia, a címe a dalnak, és akkor az akkori amatőr zenekarom próbált lenne a pincébe, pontosabban a fiúk próbáltak, és lementem, és mondják, hogy Józsika, énekeld ezt a dalt, ha jó lesz, akkor leszel mámától az énekes. Énekeltem a dalt, és élettem az énekes a zenekarban, azóta most már hivatalosan is ebben a zenekarban, hogyha holnap Budapesten jártok, nagyon nagy szerettel várom mindenkit a budapesti Dinamit koncerten, holnap este ízelítővel vagy kezd csinálnak egy dalt, bejátszanak akkor azt a dalt, amit akkor játszottak el a fiúk, a aluljárok fia. Ez az! Itt a következő után, itt hátul mennek tekinteni ezt a CD-t.
Vadinak szerettem ajánlom nektek, elég kemény anyag, hogy tudásom még egy tárral, ha nem egy címen. Hátul a hírára. Ennyi volt a legnagyobb hely, és még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt lehettek. Egy számot tényleg a...
segíteni fogtok? Ezért a zenekart is nagyon szívesen. Királyban egy pár videót kérdezik! Kirosod, benyomod az enyém! Ezt a verset egyébként drága barátom Horváth Attila írta. A dolnak a, ugye a vers részét egy csapzott, hontalan, nincstelen kis madárkáról. Tépet madár a klasszikus verset. Köszönjük szépen! Yeah.
köszönöm Kercinek! Köszönöm Kercinek, Hortasani barátom! Akit érdekel az új Rudánzsó CD, itt a Hínál barátommal meg lehet tekinteni. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek. Köszönöm szépen.